Védekezés. Két jégtörő indult útnak Tiszadobról ma délelőtt, hogy megvédjék a tiszalöki vízerőművet a feltorlódott jégtől. Kevesebben tartoznak. Csökkent a 90 napon túli hiteladósok száma. A pénzintézetek adatbázisában mintegy 16%-os csökkenés volt 2016-ban az előző évekhez képest. Új kategóriák, rekordszámú versenyző. Idén már 15. alkalommal szervezi meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Szabolcs kupát. Két jégtörő indult útnak Tiszadobról ma délelőtt, hogy megvédjék a tiszalöki vízerőművet a feltorlódott jégtől. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Az erőműben már hétfőtől nem termelnek áramot az árvízvédelmi helyzet és az olvadás miatt. Folyóinkon tovább folytatódott a jeges árhullám levonulása. A Tisza és a Szamos teljes magyarországi szakaszán az elsőfokú jégelleni védekezési készültség továbbra is érvényben van. Az úgynevezett döngölővel felszerelt jégvirág 10-es jégtörő hajó indul a tiszadobi kikötőjéből jeget törni a Tiszán szerdán délelőtt. Az elmúlt napok enyhébb időjárása miatt olvadni kezdett a folyón lévő jég, a felsőbb szakaszokról érkező víz pedig folyamatosan bontja a megrepet jégtáblákat. A jégtorlaszok a tiszalöki vízierőmű műtárgyait is veszélyeztethetik, ezért döntöttek úgy a szakemberek, hogy a Tiszadobon állomásozó két jégtörő hajót a Tisza felsőbb szakaszaira, közvetlenül a víz lépcsőhöz küldik. A hajók által megnyitott folyosón már le tud vonulni a jég. A kialakult helyzetre való tekintettel ma a délelőtti órákban a tiszadobi állomás helyen lévő és természetesen december közepe óta melegen tartott jégvirág 1 és jégvirág 10-es jégtörő hajópár megkezdett egy folyosónak a nyitását Tiszadob és a tiszalöki vízlépcső alatti folyószakaszon. Ugye az első fontos feladat, hogy ezt a folyosót egyáltalán meg tudják nyitni ezek a jégtörő hajók, illetve utána folyamatosan fel kell tartani azért, hogy a jég a későbbiekben könnyen mozgatható legyen, és ahogy említettem, a duzzasztó mű alatti folyószakaszon jégtorlasz ne alakuljon ki. A jég a tiszalöki erőműnél okozhat problémát. Az áramtermeléshez az erőmű és felvízi és alvízi szakaszai között legalább másfél méteres szintkülönbség szükséges. Ha ettől kisebb a duzzasztás, akkor az erőmű gépeit le kell állítani. Amikor a jég beáll a folyami vízerőművek előtti öblözetben, az önmagában nem egy rossz üzemállapot, addig, amíg a jégtakaró egybefügg. Ilyenkor ugyanis nem érkezik uszadék a folyóval, és ez nem okoz nekünk veszteséget. A turbinák előtt van egy rács szerkezet, amelyet gerebmezőnek hívnak. Ez azt a célt szolgálja, hogy a folyón érkező uszadékokat felfogja. Amikor megszakad a jég, akkor, és az erőmű üzemel, akkor a jég feltorlódik ezen a rácson, amely egyrészt fizikailag veszélyezteti a rácsnak a állapotát, illetve a feltorlódó jég torlaszt okozza az erőmű előtt, amely veszteséget jelent. A szakember hozzátette, ilyen esetben csökkenteni kell a vízerőmű turbináinak teljesítményét, de nagyobb jégtorlaszoknál akár teljesen leállíthatják az áramtermelést is. Jelen esetben egy árhullám érkezett a folyón, ami miatt megszüntették a duzzasztást a tiszalöki erőműnél, tehát jelenleg a tiszalöki vízerőmű nem üzemel, a turbinákon nem folyik át víz, tehát jelen pillanatban az egybefüggő jég még továbbra is fennáll az erőmű előtt, és ez most jelenleg mechanikai károsodást, illetve ilyen közvetlen veszélyt nem okoz. A leállás nem egyedi eset, a tavaszi árhullámok idején általában hosszabb időre is leállíthatják a tiszalöki vízlépcsőt. Elsőfokú belvízvédelmi készültség van Újfehértón. 10 cm hó esett a városban, dolgoznak az utakon a városüzemeltetés homokszórói, az árkokat a múlt héttől folyamatosan takarítják. A hirtelen olvadás miatt ugyanis a hétvégén több területet elöntött a belvíz, lakóházakat veszélyeztetett és két helyen a közlekedést is megbénította. Hasonló helyzetre számítanak, ha a jelenlegi csapadék elolvad, hiszen 80 cm mélyen fagyos a talaj.
Rendbe rakattam az eszközeinket, szivattyúkat, tömlőket, kézi szerszámokat, amelyek felmáházva arra várnak, hogyha szükség van, be tudunk avatkozni. Hát sajnos tegnap sokkal bizakodóbb voltam, mint ma reggelre, hiszen nálunk több mint 10 cm hó esett le az éjszaka folyamán, és ha igaz az az előrejelzés, hogy viszonylag rövid idő alatt ez el fog olvadni, akkor úgy gondolom, hogy a múlt hetitől sokkal nagyobb problémáink lesznek itt a belvízi elöntéseket illetően. Kevesebb a 90 napon túli hiteladósok száma. A pénzintézetek adatbázisában mintegy 16%-os csökkenés volt 2016-ban az előző évekhez képest. A negatív adóslista rövidült, viszont több kölcsönt vettek fel tavaly. A lakossági hitelezésben a szabad felhasználású személyi hitelek fogytak. A néhány százezer forintos kölcsönöket kisebb értékű ingatlanok vásárlásához használták fel önerőként. Ilyen felszólítást küld a bank, ha valakinek 90 napon túli tartozása van. A központi hitelinformációs rendszer adatai alapján hosszú évek után 2016-ban csökkent először a lakossági hitelezésben nyilvántartott mulasztások száma. A negatív adóslista rövidült, a lakossági hitelezők 15-16%-ának van 3 hónapon túli tartozása. Nyíregyházán ennél a takarékszövetkezetnél is 50 alatt van a 90 napon túli adósok száma. 2016-ban az MNB évelején létrehozta az 1/2016-os MNB rendeletet. Ez kifejezetten ezekre az adósokra fókuszál. Ugye ez a jelzálog fedezetű hitelek esetén több felszólító levelet, értesítőt, tájékoztatót kell küldjünk utána. Előírja a rendelet, hogy megoldáskeresésben is segíteni kell, amit egyébként is megtettünk. De talán ennek hatására jobban odafigyelnek az ügyfelek is, és határozottan csökkent a 90 pluszos hitelek állománya. 2016-ban a személyi hitelek piaca óriási lendületet vett. A bankok szerint a személyi kölcsönöknél a felvett összegeket rendszerint autóvásárlásra költötték, vagy lakáscélú hitelekhez önerőként használták fel. Van arról is tudomásunk, hogy olyan kisebb településeken, ahol maga az ingatlanok értéke alacsonyabb, és mondjuk csokból vásárolják meg, akkor a csoknak az értékéhez közelít az ingatlan értéke, és ott ugye elég kicsi a saját erő ahhoz, hogy esetleg valaki személyi kölcsönből finanszírozza azt a saját erőt. Ezek legtöbbször pár százezer forintos személyi hitelek, a kamataik viszont elég magasak. A szakember elmondta azt is, a pénzintézetek 1-2 milliós személyi kölcsönnél már kezes vállalást, illetve jelzálog fedezetet is kérnek. Továbbá gyakran előfordul, hogy személyi hitelből akarnak lakást felújítani, ekkor érdemesebb a lakásfelújítási konstrukcióból választani, mert azok hitelkamatai sokkal kedvezőbbek. Bérlakásokkal, fecskeházakkal is segíthetné az alacsony jövedelműeket és a fiatal házasokat a nyíregyházi önkormányzat, mondta tájékoztatóján Csabai Lászlóné, az MSZP megyei alelnöke. A politikus kiemelte, a szocialista vezetésű Szeged több száz lakást újított fel, azokat a piaci lakbér egyharmadáért adja ki fiatal házasoknak. A szintén MSZP-s Nyírbátor a vállalkozókkal közösen bérlakás programot készít elő. Csabai Lászlóné szerint Nyíregyházának is lenne lehetősége segíteni az alacsony jövedelműeknek, a pályakezdő értelmiségnek. Nyíregyháza önkormányzata nem hajlandó ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 2011 óta néhány tíz lakáson kívül nem lett lakás kiutalva bérlakás, azért, mert megszűnt az a kiáramlás a bérlakásokból, ami korábban volt, és új bérlakás meg nem épült, illetve nem lett kialakítva az elmúlt években. A témával kapcsolatban a Jobbik is tájékoztatót tartott Nyíregyházán. A párt Szabolcs-Szatmár Bereg megyei egyes számú választókerületi elnöke azt mondta, Európában, hazánkban van a legkevesebb bérlakás. Lengyel Máté szerint ez kihatással van a munkaerő mobilitására is. Béres Csaba, a megyeszékhely Jobbikos önkormányzati képviselője hozzátette, lakhatási szegénység van Nyíregyházán, szerinte a helyzetet bérlakások építésével, meglévő ingatlanok felújításával lehetne megoldani. Nyíregyházán lakhatási szegénységről beszélhetünk.
Jelenleg nyilvántartásba vett önkormányzati bérlakás körülbelül 1900 vagy valahány ingatlannal, valamivel több van nyilvántartva. Ezeknek azért arra tudni kell, hogy egy részük kiadhatatlan állapotban van, tehát gyakorlatilag lakhatatlan minőségű az állapotuk. Még egyszer ennyien, tehát 1900 személy várakozik, hogy beköltözhessen egy ingatlanba. Új kategóriák, rekordszámú versenyző. Idén már 15. alkalommal szervezi meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Szabolcs kupát. A kozmetikusok, fodrászok, valamint műkörömépítő és díszítők számára meghirdetett versenyre összesen 188-an jelentkeztek. A Szabolcs kupát országos szinten jegyzi a szakma. Ebben az évben ismét a Váci Mihály Kulturális Központba várják az érdeklődőket. Ezeket a serlegeket vihetik haza a legeredményesebb versenyzők a vasárnapi Szabolcs kupán. Idén már 15. alkalommal mérik össze tudásukat a kozmetikusok, fodrászok és műkörömépítők, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. A jubileum alkalmából kaptak kék-fehér színt a díjak is, tette hozzá Nagyné Varga Katalin, ez ugyanis a kamara színe. Ezek a felvételek a tavalyi Szabolcs kupán készültek, a szervezők idén is hasonló hangulatot ígérnek. A szakma már országos szinten jegyzi ezt a versenyt. Ezt az is bizonyítja, hogy ebben az évben rekordot döntött a jelentkezők száma. Összesen 188 főre számítanak. A három szakma közül a fodrász a legnépszerűbb. Ebben a kategóriában összesen 124-en neveztek. Idén két új kategória is bekerült a versenyszámok közé. A kategória frissítésre azért van sor, hisz azért a nemzetközi szinten azért figyelünk, és benne vagyunk ebbe a körforgásba, és hát azért nekünk is ezt követni kell. Ha ott úgymond trendi, és ott nagyon sok versenyzőt vonz, úgy gondoljuk, hogy Magyarországon miért ne, és hát ez bizonyította azt, hogy ez a két kategória bekerült úgymond a versenykiírásba, ez nem más, mint a hajtetoválás és a barber csata, vagy borbé csata, ki hogy nevezi. Mind a három szakmában tanulók és profik egyaránt indulhatnak a kupán külön kategóriák. A diákok általában kevésbé jelentkeznek a megmérettetésre, pedig az oktatók szerint ez jó tapasztalat lenne mindenki számára. A nappali és alkalmi smink mellett egy úgynevezett all-in glamour, csillogó, fantázia sminket is elkészítenek a versenyzők, de egy új kategóriában is indulhatnak ebben az évben. Ez a fantasy make-up, ami egy gyakorlatilag egész testet körbe ölelő sminket jelent, egész testet lehet sminkelni, nincs semmiféle megkötés, bármilyen díszítő eszköz használható, és ami az érdekessége ennek a számnak, hogy reggeltől gyakorlatilag elkészíthető már folyamatosan napközben ez a smink, és csak délután 3 órakor kell a kész munkát bemutatni. Itt nem a páston dolgoznak a versenyzők, itt a színfalak mögött fognak kapni egy külön termet. A sajtótájékoztatón elhangzott, a műkörömépítő és díszítő versenyszámokra is a felnőtt kategóriákra jelentkeznek nagyobb számban. Műkörömépítésnél klasszikus francia manikürt készítenek majd porcelán és zselés változatban. A díszítő számokban már otthon előre dolgozhatnak a versenyzők. Az egyik kezét teljes mértékben otthon kidolgozhatja a versenyző, és a verseny idő alatt kell a másik kezét kidolgoznia. Itt ebben a versenyszámban a téma az orchideák. Igazából nagyon színes körmöket alkothatnak itt a versenyzők, megmutathatnak magukból egy kicsit, mindenféle kreativitásukat kijelhetik a versenyzőink. Ez egy síkbeli díszítés, amit itt elkészítenek. A másik díszítő kategória az a 3D média kategória. Ezt a versenyszámot igazából otthon elkészíthetik a versenyzőink. Ez egy térbeli díszítés. Az ingyenes rendezvényre mindenkit várnak a szervezők vasárnap reggel 9-től egészen délutánig a Váci Mihály Kulturális Központban Nyíregyházán. A verseny mellett szakmai kiállítással, színpadi programokkal és termékbemutatókkal is készülnek a szervezők, hangzott el a sajtótájékoztatón. Lezárult az értékes barangolás elnevezésű verseny Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A vetélkedőről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Idegenben zárja a bajnokság első szakaszát a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1-es tabellán jelenleg 13. helyen álló együttes csütörtökön Budaörsön lép pályára. 11 iskola 18 csapatának közel 120 versenyzője mutatta be gyakorlatát a Torna Diák Olimpia megyei döntőjében. Lezárult az értékes barangolás elnevezésű verseny Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A vetélkedők iránt nagy volt az érdeklődés. Első körben 69 négyfős csapat jelentkezett, közülük végül 6 jutott be a megyei döntőbe. A megmérettetések célja az volt, hogy bevonják a fiatalokat a nemzeti értékek és hagyományok megőrzésébe.
A Szabolcs Néptánc Együttes produkciójával kezdődött az Értékes Barangolás című vetélkedő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei döntője Nyíregyházán. A megyeházán minden a nemzeti értékekről szólt, a Néptánc Együttes munkája nemrégiben került be a megyei értéktárba, a bemutató után pedig egy rövid táncházat is tartottak, ami pedig mint a szellemi kulturális örökség átörökítésének egyik módszere a hungarikumok között is szerepel. A Földművelősügyi Minisztérium célja a verseny támogatásával, hogy a fiatalok részt vegyenek az értékek megőrzésében és a hagyományok hétköznapokba való átültetésében. Közölte Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár bizottság alelnöke, aki a verseny egyik zsűri tagja volt. Nagy-nagy örömünkre, nagyon sikeres volt a versenyfelhívásra való jelentkezés, hiszen 69 csapat jelentkezett a megyéből, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szép szám. És ez a 69 csapat egy előszörű után három középdöntő követően kerültek be a döntőbe azok a csapatok, akik itt most megmérettethetik tudásukat, amely reményeink szerint olyan színvonalas döntőt eredményez, mint amelyek a középdöntők voltak. Egyébként meg a felkészülést annyival könnyítettük meg, hogy egy felkészülési segédletet készített a megyei önkormányzat, amely egy bő, majd 100 oldalas felkészülési segédlet. A döntőbe a Vásárosnaményi, a Kisvárdai és a Nyíregyházi selejtezőből is egyaránt két-két csapat jutott tovább, így 6-4 fős csapat mérte össze tudását szerdán. A vetélkedőn a 3 általános iskolai és a 3 középiskolai tanulókból álló csoport 7 feladatot kapott, amely alapján eldől majd, hogy ki mehet tovább a fővárosi országos döntőbe. Idegenben zárja a bajnokság első szakaszát a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1-es tabellán jelenleg 13. helyen álló együttes csütörtökön Budaörsön lép pályára. A Kisvárda győzelmével elmozdulna a kieső helyről. A bajnokság első felének utolsó 3 meccsére 6 pontot tervezett a Kisvárda, de ebből már maximum csak 3-at gyűjthet be Dévényi János együttese. Az MTK Budapest otthonában elszenvedett vereség és a Békés Csaba elleni hazai döntetlen után Budaörsön a sor minta szerint győzelemnek kellene következnie. Ahhoz, hogy ez így legyen, az eddigieknél kevesebb hibával kell játszania a csapatnak. Önbizalom növelőnek minden esetre biztosan jól jött a Debrecen elleni felkészülési meccsen aratott 6 gólus várdai győzelem. Nagyon jó meccset játszottunk a Debrecennel, számunkra nagyon jó szolgálta a felkészülést. Bármint edzőmérkőzés, ugye nem szabad sokat levonni belőle, bár tulajdonképpen a Kelemen név a kivételével a Debrecen a teljes sorával itt volt. Én azt gondolom, a védekezésünk az úgy kezd helyreállni. Tehát mind a 3-2-1, mint a 6-0-ás védekezésünk egész jó volt. Kapus teljesítményünk is volt a Békéscsaba ellen most is. Az edzőmérkőzésen még a helyzetek kihasználásában kell javulnunk. A csapat beállója Szabó Valéria szerint a legfontosabb az lenne, hogy a bajnoki mérkőzéseken is meg tudják ismételni a felkészülési meccseken mutatott játékukat. Úgy érzem, hogy van egy ilyen meccs drukka lányokban, hogyha sima edzőmeccset játszunk, akkor olyan szépen tudunk játszani, hogyha pedig már van egy kis tét, akkor úgy ilyen kéziféket húz be a csapat, és sajnos ez tapasztalható. Az elmúlt héten csatlakozott a szakmai stábhoz a játékosként olimpiai ezüst és bronzérmes, kapusedzőként legutóbb a Dunai Városnál dolgozó Farkas Andrea. Figyelemmel kísértem a Kisvárda meccseit is, főleg azért, mert Máté Fieszterrel nagyon jó a kapcsolatom, hiszen együtt játszottunk, mint Dunaújvárosban együtt nyertünk Bajnokok Ligáját, és a válogatott színeibe is együtt küzdöttünk. Úgyhogy amikor megkeresett, akkor nagyon szívesen jöttem és fogadtam el ezt a megbízatást. Nagyon optimista vagyok a kapusokkal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy most egy új fejezet kezdődik, és nagyon jól dolgoznak, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy minden jó úton halad, és ennek meg kell, hogy legyen az eredménye. A Budaörs Kisvárda mérkőzés csütörtökön 18 órakor kezdődik. Mivel a tabellán a várdaiak előtt álló Békés Csaba már lejátszotta az őszi szezon záró meccsét, Dévényi János együttese győzelmével elmozdulna a kieső helyről. 11 iskola 18 csapatának közel 120 versenyzője mutatta be gyakorlatát a Torna Diákolimpia megyei döntőjében. A Nyíregyházi 5-ös gyakorló csarnokában megrendezett versenyről a dobogón végző csapatok bejutottak a debreceni országos elődöntőbe.
Az elmúlt évekhez képest némileg szerényebb létszámú indulóval rendezték meg a nyíregyházi ötvös gyakorló csarnokában az első, második és harmadik negyedik korcsoportos tornadiákolimpia megyei döntőjét. A lányok talajon ugrásban is gerendán, a fiúk pedig talajon ugrásban is gyűrű mutatták be gyakorlataikat. A sportág első számú Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fellegvára először adott otthont a rendezvénynek. Az elmúlt időszakban nagyon sok helyszínen rendeztük már meg. Én jó magam is 25 éve foglalkozom ezzel a nagyon szép sportággal. Annak idején Kisvárdán, a Tanárképző Főiskolán, akkor még Tanárképző Főiskolán rendeztük a versenyeket. Hosszú éveken keresztül a mi intézményünkben, a kertvárosi tornacsarnokban rendeztük, és most ebben az évben először itt az Ötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban. Azt gondolom, hogy jó helyre került a torna megyei döntő, hiszen kiváló szakemberek rendezésében zajlik ez a verseny. És azt is elmondhatom, hogy a megye, de talán megreckírozom, a régió kimugasló tornász műhelyében tartjuk a versenyt. A versenyt rendező iskola tornászai az elmúlt években már a megyehatáron túl is letették névjegyüket. Több országos bajnoki címet szereztünk az elmúlt években. A fiú középiskolások kategóriájában mindig az élmezőnyben vagyunk. A lányok is nagyon szépen szerepelnek, egyre több országos versenyen vesznek részt, valamint az elmúlt években csatlakoztunk a Sport 21 programhoz, és a fiúkkal, a lányokkal is egyaránt már szövetségi versenyeken is helyt szoktunk állni. A megyei döntő első három helyén végző csapatok bejutottak a debreceni országos elődöntőbe, ahonnan a budapesti országos döntőbe kerülnek majd a legjobbak. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket, még egyszer röviden. Két jégtörő indult útnak Tiszadobról ma délelőtt, hogy megvédjék a tiszalöki vízerőművet a feltorlódott jégtől. Az erőműben már hétfőtől nem termelnek áramot az árvízvédelmi helyzet és az olvadás miatt. Folyóinkon tovább folytatódott a jeges árhullám levonulása. A Tisza és a Szamos teljes magyarországi szakaszán az első fokú jég elleni védekezési készültség továbbra is érvényben van. Kevesebb a 90 napon túli hiteladósok száma, a pénzintézetek adatbázisában mintegy 16%-os csökkenés volt 2016-ban az előző évekhez képest. A negatív adóslista rövidült, viszont több kölcsönt vettek fel tavaly. A lakossági hitelezésben a szabad felhasználású személyi hitelek fogytak. Új kategóriák, rekordszámú versenyző. Idén már 15. alkalommal szervezi meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Szabolcs kupát. A kozmetikusok, fodrászok, valamint műkörömépítő és díszítők számára meghirdetett versenyre összesen 188-an jelentkeztek. Február 8-án szerdán a Kölcsei Televízió iradóját látták. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, egyelőre komolyabb változás nem várható, továbbra is a magasban felettünk lévő hideg, nedves levegő alakítja időjárásunkat. Éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, hószálingózás előfordulhat, a változó irányú szél gyenge marad, reggelre általában -4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban javulás várható időjárásunkban, egyre több helyen süt ki hosszabb időre a nap, vasárnap és a jövő hét elején már túlnyomóan napos időnk lesz. Pénteken itt-ott még előfordulhat hószálingózás, de szombattól már nem várható csapadék, hidegebbre fordul az idő, éjszaka mindenütt fagyra számíthatunk, napközben viszont a legtöbb helyen fagymentes idő várható. A jövő héten már enyhébb levegő érkezik fölénk, emiatt éjszaka többfelé képződik alacsony szintű felhő és köd, ami egyre többfelé napközben is megmaradhat.